Nagyon sok szeretettel köszöntök benneteket az idei mesemondó versenyünkön. Ugye én már hagyomány, hogy évek óta megrendezzük az óvodások mesemondó versenyét. Tavaly még ebből a csoportból csak igen kevesen vettek részt, mivel még középső csoportosok voltatok. Most viszont ti vagytok a nagyok, úgyhogy nagyon remélem, hogy nagyon sokan kimertek ide állni, és elmeritek mondani a mesét, amit megtanultatok. Úgy gondolom, hogy a meséket mindannyian nagyon szeretitek, nagyon sok mesét ismertek, és remélhetőleg nem csak a tévéből, hanem otthon is szoktak nektek nagyon sokat mesélni. Én kívánok mindenkinek nagyon sok szerencsét, nagyon ügyesek legyetek. Mi Anci nénivel leszünk ketten a zsűri, igyekszünk majd pártatlanul és igazságosan ítélni. Én azt kívánom, hogy mindannyian nagyon-nagyon ügyesek legyetek, és legyen nekünk nehéz dolgunk. Nehezen tudjuk kiválasztani közületek a legügyesebbet, aki majd fogja képviselni a mi óvodánkat Rózsaszent Mártonban a körzeti mesemondó versenyen. Hegedűs Viktória vagyok, magyar népmesét mondok el nektek, annak címe a só. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király, akinek három szép lánya volt. Egyszer öreg király azt mondta, ide figyeljetek lányaim, aki legjobban szeret engem, neki adom a legeslegszebb országomat. Öreg király kérdezte a legidősebbik lányát, te hogy szeretsz engem? Úgy felséges apám, mint a galamba tiszta búzát. Ennek a válasznak nagyon megörült a király, és kérdezte a középső lányát, te hogy szeretsz engem? Úgy felséges apám, mint a forró nyárban a hűvös előtt. Ennek a válasznak is nagyon megörült a öreg király, és kérdezte a legkisebbik lányát, te hogy szeretsz engem? Úgy felséges apám, mint a emberek a sót. Erre a válaszra nagyon bemérgesedett a király, és elzavarta még a országából is a kiskirálylány könyörgött sírt, de a édesapja az könyörtelen volt, és a kiskirálylány világgá indult, és rengeteg erdőbe tévedt, ahol talált egy odvasfát, beleköltözött, és egy nap a kiskirálylány szedett málnát. És a szomszéd ország hercege meglátta, és nagyon megijedt a kiskirálylány, és beszaladt a fába. És a szomszédország hercege bekopogott. Ki van oda bent, embere vagy ördög? Ha ember, akkor jöjjön ki, ha ördög, takarodjon a pokol mélységes fenekére. Nem szólt a válasz, és kérdezte még egyszer. Ki van oda bent, embere vagy ördög? Ha ember, akkor jöjjön ki, ha ördög, takarodjon a pokol mélységes fenekére. Ma se nem szólt a válasz, és a szomszéd ország hercege oda ment a fához, és azt mondta, ki van oda bent, embere vagy ördög? Ha ember, akkor jöjjön ki, ha ördög, lövök. Erre a kiskirálylány nagyon megijedt, és ki is jött a udúból, és mire meglátta a szomszéd ország hercege még így kormosan is, mindjárt rögtön meg is kérte a kezét, és hazavitte országába, és mondta a szomszédország hercege, hogy mesélj el, hogy mi történt vele. A kiskirálylány el is mesélte, hogy vele az történt, hogy azt mondta, hogy édesapjának, hogy annyira szereti, mint a sót, és ez történt vele. Egyszer a szomszédország hercege küldött aki öreg királynak levelet, és meghívta vendégségbe vacsorára. A szomszédország hercege bement a szakácsaihoz, és azt mondta neki, hogy amit főznek, mindent sótlanul főzik. Mivel sótlanul is főzték, és a öreg király el is ment vendégségbe vacsorára. Megkóstolta öreg király a levest, és nagyon ízetlen volt neki. És hordták a sülteket, azt is megkóstolta, és ez is nagyon ízetlen volt neki. És odafordult a szomszédország hercegéhez, és azt mondta neki,
hogy milyen szakácsod van te neked, hát ilyen sótlanul főz meg minden. Sóval sütve máskor is mindig. De én úgy tudtam, hogy te ne, hogy felséges öreg királyom, én úgy hallottam, hogy maga nem szereti a sót. Miket beszélsz te? Minden ember nagyon szereti a sót. Kitől hallottad? Kitől, felséges királyom? A maga lányától. Erre a kis királylányt előbújtatták, és mire meglátta édesapja, rögtön odaszaladt, átölelte, és azt mondta, igazad volt, lányom, a sóra minden ember nagyon szüksége van. A öreg király a legkisebb királylánynak adta a országát, itt a vége, fuss el véle! Márki Eliza vagyok, és egy mesét szeretnék nektek elmondani. A címe a gulyás lánya. Hol volt, hol nem volt, hát az hét országon is túl élt egyszer egy király. Az a királyfi feltette magában, hogy bejár országot, világot, és addig meg nem áll, még magának való feleséget nem talál. Nem bánta a királylánya, szegény ember lánya, csak kedve szerint való legyen. Íre ment ennek az egész országban, még azon is túl, és amára ment a király, mindenütt kicsődültek a népek a tiszteletére. Öregek, ifjak, legények, leányok, de különösen a leányok. Egyszer a falban megpillant a királyfi a lányok között egyet, aki neki erősen megtetszett. Egyenesen ahhoz a lányhoz ment a király, szóba állt vele, és kérdezte, kinek a lánya vagy, húgom? Én bizony a gulyás lánya vagyok, felséges királyom. Nem bánom én, akárki lánya vagy, feleségem lészte. Azzal felütette aranyos hintajába, hazavitte a gulyás lányát, megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak. Ha nem vagy szólomat össze ne keverjem, a lakodalmas asztalnál azt mondotta a király. Hallod, a te lány, szívem szerint való vagy, feleségül veszlek, de azt az egyet kikötöm, hogy soha ne szólj ellenemre. Amit én teszek, az úgy van jól, ez ellen szabad ne legyen. Jól van, mondotta az asszony, telik múlik az idő, élnek nagy békességben. Hanem egyszer az történt, hogy egy szegény ember panaszra jött a király. Felséges királyom, mondta a szegény ember, a szomszédommal városba mentünk, én két lóval, ő két ökörrel. Az egyik lovamnak volt egy kicsi csikaja, útközben megálltunk egy helyen, és mikor újra elindultunk, a csikóm a szomszédom ökréhez szegődött, és akárhogy hívtam, többé nem fordult az anyjához vissza. Erre az én szomszédom azt mondta, hogy az én csikóm az övé, és nem akarja visszaadni. Felséges királyom, tegyen igazságot! Jól van, én teszek igazságot, de abban nem lesz neked nagy örömet, szegény ember, mert én is azt tartom, hogy azért a csikó, aki után megy. Ki vagy a szegény ember nagy búval, bánattal, hogy a királynál nem lehet igazságot találni, de a másik szobában megállítja a királyné, és mondja neki, te szegény ember, hallom, hogy az uram milyen igazságot tett. Eredj meg ki az erdőbe, ahol az uram vadászni szokott. Vigy magad el egy hálót, azt tedd le egy fatuskól. Még egyebet is mondott a királyné, de azt nem mondom most meg nektek, mindjárt megtudjátok. Kivegy a szegény ember az erdőbe, hálót visz, azt leteszi egy fatuskóra, és tartja a háló nyelét, mintha halászni. Még egy órát sem ült ott, jött a király. Nézi, mit csinál a szegény ember. Nem is tudta megállni szó nélkül, kérdi tőlem. Hát te mit csinálsz, hogy szegény ember? Én bizony halászok, felséges királyom. Mit beszélsz te, szegény ember?
Hát hogy lehet a fatoskónak hala? Úgy, mint az ökörnek csikaja. Megszégyelte magát a király, bezzeg másképp igazította az igazságot, és visszaadta a csikót a szegény embernek. Hanem hogy nem, mindjárt arra gondolt, hogy erre a furfangosságra az ő felesége tanította a szegény embert. Hazamegy a király, mondja nagy haraggal a feleségének. Na, asszony, mégis ellenemre szóltál, pedig megfogadtad, hogy nem szólsz ellenemre. Az én házam menni is többé maradás. Megy vissza az apádhoz. Sírt a szegény királyné, dájába sírt. A királynő nem engesztelődött. Hát jól van, elmegyek, de mit tetsz azért, hogy eddig hites társad voltam? Ami neked a legkedvesebb, azt tudom, csak menj a házamból. A királyné hirtelen kifordult az ajtón, tett vett készülődött, aztán még egyszer leült a király asztalához, hogy utoljára együtt ebédeljenek, és amíg a király fére tekintett, altatót kevert a boros poharába. Egyszer csak a király elkezd ásítozni, aztán lekoppan a szeme, ledől az asztalra, és ott szépen elalszik. A királynénak sem kellett egyéb, behívatta a szolgákat, a királyt kivitette a hintóra, befogadott 6 lovat, és úgy hajtatott haza a szegény gulyáson. Felébred a király a gulyás házában, néz erre, néz arra, álmélkodva kérdi. Hát én hogy kerültem ide? De bizony úgy, lelkem uram, hogy azt mondtad, fiatám, ami nekem a legkedvesebb. Hát nekem te vagy a legkedvesebb, elhoztalak. De bezzeg egyszeribe elmúlt a király haragja erre a beszédre. Megölelte, megcsókolta a feleségét, aztán hintóba ültek, szépen hazamentek, és éltek halálig, mint 2 gerlice madár. Ajkos barna vagyok. Szeretnék elmondani egy mesét. Róka és a farkas csikót vett. A róka elindult csikót venni farkas komájával. Látták, hogy a ló ott legel a fiával a réten. Kérdi a róka a kantalótól. Eladó ez a csikó? Eladó. A hátulcsó jobb lábam patkójára van az ára írva. A ló felemelte a hátsó lábát, a farkas oda ment, el akarta olvasni, de a kantaló jó orron rúgta, hogy bombolyagba tekerődött. A róka elment, csak messziről nevette. Amikor a farkas felnyúzódott, oda ment a rókához. Kérdi tőle a róka, na komám, illett a csikós? A farkas semmit se tud szólni, csak elólálkodott. Itt a véle, fuss el véle. Az én nevem Patricia. Szeretnék nektek egy mesét elmondani, ami címe az égig élő mesefa, madara név mesze. Egyszer volt egy üregember, nem volt neki szengje, talált egy szembabocskat, kiültett az udvarába, és ebből a szép nagy fa, az a fa nő, nagyon nő, de már nem tudott tovább nőni, így hát elkezdett terjeszkedni. Szép alkakat eresztett ki, így hát megölt az öregember, így legalább hűbösszett az udvarába, de csak akkor ölt meg az öregember, ha a fa elkezdett mesélni. De a fa olyan szokett mesét elmondott már.
az öregembe, nem bűzte hallgatni, telt be a fal, a világ, az egész körni, de egyszer lett a nagyon dolog. A fa tetején, de épp a közepén nőtt egy szembab, az a bab megijedt, jelzett, és szebbőle szép kisül, hát itt az öregembe nagyon megölült. Egyet nevezte Bab Szemjankónak, de Bab Szemjankó nem akart nála válni, mivel barlak a gyerekek. Itt hát bandolt, bandolt, mindenhova benézett, messzét, de a gyerekeket úgy felcsigáztam veszélybe, hogy éjjel-nappal hallgatták őt, és azt kívánom, hogy jelen volt a ti vendégek. Martonosi Henike vagyok. Mesét szeretnék mondani nektek. Hófehérke. Hófehérke boldogan élt az apja kastélyában, amíg a gonosz mostohája szörnyű tervet forralt ellene, mert így volt a szépségére. Egy nap a gonosz mostohája elhatározta, hogy elveszíti Hófehérkét. Megparancsolta az udvari vadásznak, hogy vigye az erdőbe és jöjjön meg. Azonban a vadász nagyon megsajnálta a szegény kislányát, szabadon engedte. Nagyon megijedt Hófehérke, méhes kestje most haza többé nem mehet. Balangolt az erdő mélyén, amíg egy takaros kis házikóhoz nem ért. Ott lakott a hét erdei törzsbe. Tudor, Vidor, Szentel, Szoni, Haci és Kuka mennyi. Morgó. Ugye mesélt a történetet, nagyon megsajnálták. Arra kérték a Hófehérkét, hogy maradjon itt velük, az erdő mélyén biztonságban lesz. Egy nap a gonosz mostohája varázs tükrében megtudta, hogy Hófehérke boldogan él a törpék házában. Megmérgezett egy almát, ami almásnak öltözve odasonfogált az erdei házhoz. Megkínálta egy almával, ahogy nyomban beleharapott, halta a nagyobb tössze. A kis törpék esélyesen sírni kezdtek, üvegkoposóba fektették, és világokat tettek mellé. Arra jött a herceg, aki teljesen elbűvölt Hófehérke szépségét. Oda lépett hozzá, és megcsalkolta, ettől megtört a dolog. Gonosz varázslat Hófehérke kinyitotta a szemét, és boldogan mosolygott. Rögtön beszeretett a Dalias hercegbe, aki felsőkül kérte. Attól fogva boldogan éltek a herceg kastélyában, amíg a törpék is gyakran meglátogatták barátaikat. A nevem Kun Dominik, és egy mesét szeretnék elmondani nektek, a címe a Kakasi sapicsire. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg néni, annak volt egy kakasa és egy fityéje. Egyszer a fitke talált egy kökényt, és mondta a kakasnak, hogy hozzon neki vizet. És elment a kúrhoz, azt mondta, hogy kúst, adj nekem vizet. Vizet viszem Pityikének, mert mindjárt megfullad a kökénytől. Nem adok én addig vizet, még nem hozol ágat. Fa, adj nekem ágat. Ágat viszem kútnak, kút ad nekem vizet. Vizet viszem Pityikének, mert mindjárt megfullad a kökénytől. Nem adok én addig hágat, még nem hozol koszorút. Koszorús, adj nekem koszorút. Koszorút viszem fának, fad ágat. Ágat viszem kútnak, kút ad nekem vizet. Vizet viszem Pikkének, mert mindjárt megfog a kökénytől. Nem adok én addig. Ko-
az aludt, még nem hozott cipőt. Cipész adj nekem cipőt. Cipőt viszem koszorúsnak, koszorús ad nekem koszorút. Koszorút viszem fának, fa ad ágat. Ágat viszem kútnak, kút ad nekem vizet. Vizet viszem pitkének, mert mindjárt meg nem adok én. Addig cipőt még nem hozott csiriszt. Macska ad nekem csiriszt. Csiriszt viszem cipésznek, cipész a cipőt. Cipőt viszem koszorúsnak, koszorús ad nekem koszorút. Koszorút viszem fának, fa ad ágat. Ágat viszem kútnak, kút ad nekem vizet. Vizet viszem pitkének, mert mindjárt megfülelök a kintől. Nem adok én. Addig csiriszt még nem hozott tejet. Tehén ad nekem tejet. Tejet viszem macskának. Macska az csiris, csirit viszem cipésznek, cipész a cipőt, cipőt viszem koszorúsnak, koszorús ad nekem koszorút, koszorút viszem fának, fa ad ágat, ágat viszem kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem fickének, mert mindjárt megfogja, nem adok én. Addig tejet még nem hozol szénát, szénás adj nekem, szénát, szénát viszem tehénnek, tehén a tejet, tejet viszem macskának, macska a csiriszt, csiriszt viszem cipésznek, cipész a cipőt, cipőt viszem koszorúsnak, koszorús ad nekem koszorút, koszorút viszem fának, fa ad ágat, ágat viszem kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem pitkének, mert mindenre kút nem adok én. Addig szénát még nem hozol kenyeret, kenyeres adj nekem kenyeret, kenyeret viszem kaszásnak, kaszás a szénát, szénát viszem tehének, tehén a tejet, tejet viszem macskának, macska a csiriszt, csiriszt viszem cipésznek, cipész a cipőt, cipőt viszem koszorúsnak, koszorús ad nekem koszorút, koszorút viszem fának, fa ad ágat, ágat viszem kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem pitkének, mert minden nem adok én. Addig kenyeret még nem hozol fát. Kakas kiment az erdőbe, szedett fát, kenyeres adott neki kenyeret, kenyeret vissza kakásnak, kaszás adott neki szénát, szénát vissza tehénnek, tehén adott neki tejet, tejet vitte macskának, macska adott neki csiriszt, csiriszt vitte cipésznek, cipész adott neki cipőt, cipőt vitte koszorúsnak, koszorús adott neki koszorút, koszorút vitte fának, fa adott neki ágat, ágat vitte kútnak, kút adott neki vizet, vizet vitte. De Pityke addigra már megfulladtak a hinten. Itt a vége, Pityke a vége. Hangosan mondjátok a fölényen, de... Úgy hívnak Balogh Beáta, és szeretnék nektek elmondani egy mesét. A címe Farkastanya. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy tojás. Ez a tojás elindult világra. Görgött, zörgött, előtalált egy rucát. Hová mész, tojáskoma? Megyek világra. Én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtt találnak egy kakast. Hová mentek, rúcakoma? Megyünk világá. Én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtt találnak egy varrótűt. Hová mentek, kakaskoma? Megyünk világá. Én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtt találnak egy rákot. Hová mentek, tűkoma? Megyünk világá. Én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtt találnak egy lovat. Hová mentek, rákoma? Megyünk világá. Én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtt találnak egy gyökröt. Hová mentek, lókoma? Megyünk világá. Én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, egyszer csak rájuk estedett. Ott volt egy kis ház, abba bementek.
Kiki lefeküdt a maga helyére, a tojás belefeküdt a tűzes hamuba, a ruca és a kakas a kemence tetejére fölült, a rák belemászott egy dézsavízbe, a tű a törülközőbe szúródott, a ló lefeküdt a ház közepébe, a szökör pedig a pitvarba. Megyem haza a 12 farkas, akiké a kis ház volt, a legöregem már elkezdett kiabálni. Pű, idegen szagot érzel, kiment bemenni, volt köztük egy hányaveti. Azt mondta, hogy ő bemegy, még ha 1000 ördög is van oda bent, be is ment. Legelőször a gyújtófát kereste, hogy már mécses gyújt, de a ruca és a kakas elkezdtek rármázni. Most benyúlt a tüzes hamuba, hogy majd barazsat keres, de a tojás elpukkadt. Szállt a dézsához mosakodni, rád csípjen a gollójával. Szállt a törülközőhöz, megszúrta a tű. Nagy jelbe a ház közepére ugrott, ott meg a ló rúgta oldalba. Szaladott kifelé, az ökör felkapta szarvára és kidobta. Erre úgy elkezdett kiabálni, mint a fába szorult féreg. Jaj, fussunk, fussunk, kék szakadás, az indulás, van mennyi ördög, mind oda bent van. Nyúlok a hambukba, meglőne puskával, szállok dézsához, megvágna kollóval. Szaladok törülköző, bzz, balnya szúrt tűjével, egyik kiált, háp, 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 másik mondja, add a láb. Nagy a testem, bezzeg jaj volt nekem. Erre a farkasok nekiindultak, még most is jutnak, amíg már nem halt. Édes Cintia vagyok, egy mesét szeretném nektek elmondani. A címe Három kívánság. Egyszer volt, hol nem volt, tetszett szegény ember az a feleségével. Fiatalok voltak, gyerekük sem volt, még szerették egymást, de a nagy szegénységben néha-néha összezördültek. Egyszer az asszony előbb tért haza a mezőről, mint a férje, és azon gondolkozott, hogy mit készítsen vacsorára. Egy kicsiket tüzet csinált, más nem tudott, egy kicsike leves, mert tett föl vizet. Aztán arra gondolt, miért nem tudja egyszer az urát megenni egy jó vacsorával. És valami sulgás hallott maga mellett, hát egy tündér szállt elé. Meg volt bizony egy szegény kisasszony illetődve, mert még sosem nem látott tündért. És a tündér meg is szólalt. Na nem bánom, te szegény asszony, lehet három kívánságod, majd meglátom, mennyi eszed lesz magadhoz. Aztán a tündér elment, ahogy jött. Az asszony hitt is a szemének és a fülének, de már az első kívánság meg is született a fejébe. Egy szál kolbászt kívánt azzal, hogy úgyse ez belőle semmi. Ebben a pillanatban már a kéményből szállt is rejlábas, benne a szép szál kolbász. Csak a tűzfelé kellett tenni, volt abban zsír is bőven. Aztán megérkezett az ember is, volt nagy szál tártás, mert már a konyhában áradtak a jó szagok. Az asszony elmesélte, hogy mi történt, és gondolkozni kezdtek, hogy még mi legyen, még két kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot kíván akart, az asszony meg mást nem tudta megegyezni, csak vitázta, mintha ilyesek se lettek volna. Ha az ember képes lett volna így gyomorra rágyújtani, tömkötte a pipáját, de olyan ügyetlen nyúlt a parázsért, hogy feldöntötte a lábas kolbászos túl. Megijedt a szegény kis asszony. Próbált kalbász kirántja a tűz közül, és szitta az urát. Bárcsak az orrra nőtt volna, hogy tűzbe fordítottad. Ebben a pillanatban már az ember orrán ott is lógott a kalbász egészen le a térdéig. Az asszony próbálta, hogy leszakítja,
de az úgy adanult, hogy azt onnan nem lehetett szakítani. Tudták már mind a ketten, hogy harmadikra valami vagyont kívánnának, az meg lenne. De mi lesz a kolbásszal? Majd levágjuk, mondta az asszony, de én nem engedem, felelte az ember. Ha már így van, menjen vissza a lábasba is kész. De mi lesz a lóval, meg a tinóval és a malacsal? Tehát ilyen orra csinál, mert hárhatok. Te se csókolsz meg a kolbász dob le az orromról. Na végül csak az lett a harmadik kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba is kész. Csomos fakadtak csak a vacsorához, de nem nagyon ízlett nekik a jó fala, mindig csak azon gondolkoztak, hogy ki volt az oka, hogy ezúttal is ilyen szegények maradtak, mint voltak. Itt a vége, és semmi. Balog Bani vagyok. Szeretnék nektek mesét elmondani, az a címe a többet észre, mint előre. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl. Itt egyszer egy farkas, egy oroszlán és egy vaddisznó. Ez a három barát olyan nagy barátságot kötötte, amelyre csak jártak, mindenhol kárt okoztak. Büszkékedett az oroszlán. Szeretném azt látni, aki lebír minket jönni, felelte a farkas, az csak az ember lehet. Nem sokkal ezelőtt jött egy favágó. Megkérdezte az oroszlán, hé, favágó, neked mi a fegyver? Nekem nincs fegyver, nekem eszem van, még az eszemet is otthon hagytam. Nem baj, majd a farkas elszalad éte. Az a favágó feleségének itt egy levelet ott farkas nyakába, köszönet, köszönjük őt, de a farkas elszalad. Elolvasta a felesége a levelet, oda kötötte a köszönőkövet, a falu begyilek meg a nyom verti. Eltelt egy óra, két óra, három óra, de a farkas nem jött meg. A favágó már olyan éhes lett, hogy elkezdett uzsonnázni. Szimatolni kezdett az oroszlán. Hé, favágó. Milyen? Milyen? Mi az a jó illat? Mi az a vaddisznó szalonna lehet a favágó. A oroszlán egy kulukolott a vaddisznónak, és széthalapdosta. Hé, szöröstől, bőröstől, nem olyan finom. Igazad van, vedd ki, légy szíves a húsát. De először kötöz oda egy fához, nyomban főfalom. De a kötél elszakadt, de a favágó olyan levegőt, úgy megkötözte, hogy mondtam is a bírt. Ez a felszélyét elővette és agyonverte. Igaz az a mondás, hogy többet tészel, mint előve. Fajkos Petra vagyok. Magyar név mesét szeretnék nektek mondani. Kinek köszönt a szegény ember? Magyar névmese. Együtt utazott a szél, a hideg, meg a meleg. Jött rájuk szemközt a szegény ember. Már messziről köszönj. Jó napot, nagyságos uram, azt mondja a meleg. Kinek köszönt ez az ember? Azt mondja a szél. Nekem. Nem te neked, hanem én nekem, mondta a hideg. Addig osztozkodtak, hogy már szegény ember el is ment mellettük. Menjünk vissza, kérdezzük meg. Visszamentek megkérdezni, azt mondja a meleg. Ugye nekem köszöntél te szegény ember? Nem én kérem, a szélnagyságos úrnak. Megállj, te szegény ember, jöjjön csak el a kánikula, majd adok én neked, olyan meleg lesz, hogy elolvadsz. Bánom is én, csak a szélnagyságos úr ott legyen. Azt mondja hideg. Hát akkor nekem köszöntél, te szegény ember.
nem én kérem, a szélnagyságos úrnak. Megállj, te szegény ember, jöjjön csak el a tél. Olyan hideg lesz, hogy megfadsz. Bánom is én, csak az úr, a szélnagyságos úr ott ne legyen. Kutya bánja a hideget szél nélkül. Magyar népmese. Kis Gábor, Verzenad János, nagy ejtő Miska. Volt egyszer egy embernek egy nagy ejtő fia. Annyi tehet, hogy már az apja is unta. Elküldte szolgálni, beszegődött át egy paraszthoz, de az se tartotta sokáig. Mivel rendes úton se tudott szabadulni, beküldte a malomba lisztét, hanem az a malom nem rendes malom volt, ördögök küldöttek benne. Aki oda ment, összeszabdalták. Elmentett Miska a szekéren, bekiáltott az ördögöknek, hogy ő lisztéjött. Ki nem erre kis ördög gyerek, és azt feleli. Hord el az ír, hát nem kapsz lisztet, örülj, hogy épp bűrrel szabadulsz. Nem tudta, hogy Miskával nem szabad így beszélni, fel is rúgta tüstén Miska az ördög gyereket, hármat is bukfencezett, beleesett a kökény bokorba, sivalkodott kegyetlenül, ki nem erre Plútó, a fő molnár. Neki esett Miskának, és elkezdte rángatni. Tehetett volna ügyesebbet, mert megfogta Miska, és a hóna alá szorította, odavitte a malomkőhöz, és egyesre köszörülte mindkét sarkát. Látom, hogy kegyetlen ember vagy, de akkor sem menekülsz, ha ezer lelked van is. Intett egy molnárnak, és kihozott egy vasfazekat. Volt ott egy 2000 mérföldes tó, víz, és ugyanakkor a rég. Azt mondja Plútó Miskának, most válik el, hogy melyikünk a derekabb legény. Erre Plútó eldobja, és a tó közepére esik. Beküldte Miskát a vízbe, hogy hozza ki. Miska ki is hozta, és azt válik. Ide komán a sátán, ezt hozz ki, ha tudod. És Miska úgy elhagyította, mint a parittya követ, átrepült a talán, és belátta Plútó, hogy Miska a derekabb legény. Na Miska, most mit kívánsz? Azt a három zsákot lisztejet töltsétek meg aranyjal, a másik álmot rozsdlisztejet gyémántal, a többi be ezüstöt melljetek. Meg is töltötték becsületesen az ördögök. Örültek, hogy épp bőrrel szabadultak. Hazamenett Miska, bekiáltott a gazdának. Jöjjön, gazdorom, szórjuk a pincébe a lisztet. Ahogy szórták, látja a gazda a töménytelen sok pénzt. Na Miska, most mit kívánsz? Nem kívánok én egyebet, csak annyit adjon a pénzéből, amennyi kását meg tudok enni. Nevet egyet a gazda. Ez se nagy kívánság. Átjött a szomszédból is, az öreg asszony pedig az is szeret enni. Nekifogott Miska, és az aranyból ennyi, mennyi a seprővel nem hagyott. Az ezüstből is mindössze három darab. Itt a vége, fuss el, igen.